Teltházas közönség előtt mutatkozott be az Elvis Oltár Miami komédia, melyet a Bánfalvi stúdió színészei hoztak el Makóra. A fordulatos és pörgő darab egy bőröncserével indul, amikor is az Elvis rajongó Tom, azaz Hujber Ferenc és felesége Alice, vagyis Bugár Anna Miami-ba készül a várva várt Elvis estre. Azonban járatukat törölni kellett, ezért csalódottan hazatérnek, majd otthon veszik észre, hogy véletlenül más bőröngyét hozták el a repülőtérről. A csere folytán $500,000 üti a markukat, majd további bonyodalmakat okoz a jóképű testvér Barney érkezése is. Barney! Tom! Öcsi! Bátyó, hát te meg hogy kerülsz ide? Én itt lakom! Te hogy kerülsz ide? A kulcssal, amit adtál. Akkor meg minek csöngetsz? 3 éve volt a Grease című produkció, ott ismerkedtünk meg egymással, és akkor a Greaseben nekem kevesebb volt a zenei feladatom, és inkább prózai jeleneteim voltak, és akkor nagyon tetszettek nekik, ahogyan a Horváth Csaba producernek és az Áginak, amilyen módon hozzányúltam ezekhez a prózai jeleneteket, úgyhogy meg is kértek erre a prózai darabra, hogy ebben is mutassam meg magam, és most már hát ilyen 50. eladáson túl vagyunk belőle. Később betoppan bőkezű ajándékával Alice nagynénje, további $20,000 ajándékkal. Azonban a komédiába egy kis krimi is vegyül, amikor egy bandita és egy felügyelő is megjelenik. A stúdió vezetője kiemelte, abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy az iskolájuknak köszönhetően számos kezdő színész tud szinte azonnal szerephez jutni, és olyan neves emberek mellett sajátíthatják el a szereplés fortéjait, mint Rokán Péter vagy Pindrok Csaba. Nagyon nagy szerencsém van, nem csak nekem, hanem a társulatnak, mert van az iskolánk, a Bánfalvi Ági színészképző iskolánk, és onnan beemeljük a növendékeinket, tehát munkát tudunk nekik biztosítani, ami nagyon nagy dolog szerintem a mai világban, hogy ebből tudnak megélni. Nagy szerepeket játszanak, jó szerepeket játszanak. A színészgárda Makó után sem áll meg, az ország több pontján mutatják be komédiájukat. De olyan színdarabokat is láthatnak még tőlük, mint például az Abigail és a Ma estére szabad a kecó című művet, illetve a Grease című musicalt.